És neked is a tranzisztort! ez a... Busztok ez itt a Hangszóró, a Golgoth Rádió podcast adása Andival. És Gáborral, sziasztok, újra visszatértem, én még nem csináltam podcastet. Ó, oh, welcome back! Köszi. És kedves és... vendégünkkel, Hellinger Andrással! Egyére. Sziasztok, hello! Topsi. Aki igazából nem is András, hanem Andris, Andris Bandi. Igen. Hogy szeretett, ha szólítunk? Mindegy. Nem, akkor én Andrásnak valam, Jó, Azt meséld el, mert az a de mert a műsor előtt elmondtad, hogy a hallgatók is tudják, csak azért, hogyha valaki Andrásnak szeretne hívni. Miért nem szereted azt, hogy András? Nem, ez nem igaz, hogy nem szeretem. Ez nem teljesen igaz, így, hogy nem Rész. szeretem. Részben nem igaz. Hogy... Részben. A hír igaz, 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 csak. Igen. Nem, az is jobban szeretem. Ez, de miért? Az... Ja, ez a, érdekel a, a, ugye, miért? A banki szféra. Igazság szerint, ahol, ahol mikor bementem a, a, így, így a banki szférába, akkor Hellinger Andrásnak köszöntöm, az első munka napomon, és itt hibáztam egyébként, mert onnantól kezdve mindenki Andrásozott és ezt és meg annyira nem szeretem, az túl hivatalos. Erre egy kicsit vigyázni kell, mert nekünk gimnáziumban az első nap, amikor bemutatkoztunk, mondta valaki, hogy Ervinke vagyok. Na és onnantól maradt... kezdve ő Ervinke lett, Aha. amit utált négy éven keresztül, de hát ő mondta az első nap, <suk> <Hiba>. hogy Ervinke. <suk> 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 Igen, ez hiba. A bocs, mert én erről nem tudok semmit. Uh, igen, igen erről beszélünk, de közül üdvözöljük azokat ja, is, akik YouTube-on néznek ja. minket, szervusztok, mert ugye ja. lehet minket látni is, és akkor a banki szféra. Banki szféra. Vagy voltál. 2010-ben elkezdtem tulajdonos do Dr. Helligen. dolgozni a Főzet a Magyarországnál, ez egy, ez egy ATM és POSZ, és mindenféle kártya elfogadással foglalkozó, egy ilyen egy segítő, egy ilyen helper ott a háttérben, akik a bankoknak szolgáltatást nyújt. És, és így dolgoztam most 7 éven keresztül egészen, még most is egyébként, május végéig. 7 éven még, keresztül egészen most is. Igen, 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 igen. Május, május végéig, végéig még, még fél munkában, Félász, még ott, félállásban még ott vagyok, és március elsőjétől vagyok itt egyébként a Golgothában. Erről majd később. később. Igen, később, vagy most. most? Ak akár, akár most, most is lehet, de mielőtt hogy a Golgothában, mit csinálsz egyébként? <laughs> igen. Ugye te gyakorlatilag zenész vagy, mondhatjuk ezt is. Hát ez erős, nem tartom magam zenésznek. <laughs> nem. Mert hogy van egy az hangszer, vagy. amit egészen sokáig játszottál rajta, hogyan kerültél kapcsolatba a zenével és ezzel a ez jó kérdés. Szép, készült el. Igen, nekem, nekem én egy zenész családból származom. Így egyébként elég egyszerű a dolog, de de úgy volt, hogy. hogy amikor... Igen, néha lehet látni a gyülekezetben, hogy a egyik tesó dobol, a másik, basszus gitározik, a harmadik énekel, és, és gitározik. Őket. igen yes. és a, az a negyedik szólázik, már őt, őt nem lehet sajnos itt látni egyelőre még. És az ötödik, aki csak Unokatesó, ő pedig a technikai hátteret biztosítja, hogy mindenki lássa az interneten. Igen. igen, ez a gol dolgot a Hellingereknek a, a pozíciója. <laughs> de... Klán. Na, azt de kérdezett... visszatérve igen a... a, zenére. Igen, azt képzeljétek el, hogy, hogy inkább egy ilyen ekkora kis baba voltam, amikor bejött egy, egy a fúvolatanár meg, a, meg a, a, férje egy cseró a szobában, amikor így aludtam, és, és, így a szüleimet jöttek látogatni, és akkor meglátta, hogy a, tanár így, a így, az oldalra így a fejemet, és így, és így meglátta a fülemet, a fülemet, és azt mondta, hogy milyen szép csellista fülek ezek. És mondta, hogy jöhet hozzám csellózni, és szüleim olyan szinten komolyan vették ezt, hogy rá egy hét évre már be is irattak csellózni. egy hét évre is Tehát egy proficiát hallottak. akkor. Így van, ott egy proféciát hét év múlva. Nagyon szép. Mijak. Hívő családból származol egyébként? Igen, hívő keresztény családból származom, ők baptista, nagyszerű családból jövök. Já, azt hiszem, hívő családból. Én kérek elnézést. De, a, a, a vicc... Bocs, anya. Dugd be a füled. Na hát, igazság szerint egy hihetetlenül egy ilyen egy ilyen jó családból jött. tényleg egy, egy nagyon-nagyon szerettem azt, ahho, amiben nőttünk mm. fel, meg ahogyan felnőttünk. Szüleim nagyon ügyeltek arra, hogy tényleg az volt, a, a, a így, bemutatták az, ugye az összes gyereket, így Isten tudja ugye, hogy itt a, itt a is szoktuk csinálni, és, és én is ugyanígy belettem mutatva, és az, azért imádkoztak meg, az volt mindig a szívükön, hogy, hogy egyszer az ő fiúk ez, ez, a fiúk is, aki a harmadik már a sorban, hogy, hogy az Isten szolgálja, és hogy az a, a szíve hát Kicsit hát de... nem nagyon láttalak <laughs> még így, így, a, így, a gyűliben. Hogy hogyan ment ez félre? <laughs> Jó testvérek voltatok ti? Milyen testvérek? Jó, jó, jó Hát igazság szerint ugye van két bátyám, az egyik négy, másik hat évvel idősebb, és aztán utána kilenc évesen befogadtunk egy, egy nővéremet, egy, egy, egy Kata nevű hölgyet, egy leányzót, aki én öt éves voltam, akkor ő kilenc volt, vagy tíz körülbelül, és, és fú, hát ez nagyon, nagyon izgalmas volt, nagyon megdobta a dinamikáját, de előtte a, három, a három, három, három fiú az ölte egymást véremenő küzdelemekre, be főleg azért, mert hogy ugye a fiúk akkor, akkor egyből harc van, tóda, akkor megy, a, megy egymás között a... a... És te voltam a legkisebb, ugye, akit én voltam a kis, kis, De én, én húzogatom folyamatosan, hogy ez nem igaz az, hogy ők engem hozzágyanyan is. Hát nem, nem kell félteni. Nem úgy ez van, hogy a, a fiatalabb lenni. ismered a Igen, ahogy, legkisebb az így titokban hátul csöndben, és csak mindig a nagyokra szólnak rá, mert I ők a hangosok. Igen, 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 Meg lehetne annyi eszed, igen. Marci, lehetne annyi Üdvözlök, Marci filmben is. Igen, szere, Egyébként. Szere, 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 szóval én. akkor így véremenő küzdelem, de azért úgy jobban voltatok már kiskoratok óta, a, vagy pedig most lettetek jóban, amikor már régebb óta fiatalok. Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából a dinamikánk az folyamatosan változott, főleg úgy, hogy amikor bejött a kata, akkor, akkor lett egy kis ilyen kis uh, szeparáció is egyébként, tehát hogy, hogy ki kivel volt igazán nagyon jóban, vagy így, vagy így, közelebb. E, ugye a kata egyből, hú, ah, a hangzis, négyen már tudtok jövő. két felé válni. Így, így van, így meg meg ja, De azért, azért, mondanom azért mondanom mindig ment, ment, a, ment a küzdelem, de ez azért a kedves testvéri szeretetem belül, persze azon a, azon a határon belül soha nem volt itt tényleg olyan, olyan, olyan kiemelkedően durva dolgok, csak ami, ami minket összehozott inkább az a felnőtt kor. tehát mostanra hmm. vagyunk úgy szerintem, ami, ami, úgy igazán, tehát így bajtársias, meg testvéries, meg nem tudom, amit így látunk, mert sokszor így így kettem azokra, akiket látok, tudod, hogy hú, azt a mindenit, hogy ők milyen, mennyire jó testvérek, hmm. mennyire jól együtt vannak, tudod, mindenhova együtt mozognak, folyamatosan egymást védik, bevédik, tudod, és nálunk azért, <gül> <gül> azért ezzel nem volt teljesen így gyerekkorban. Most ah. már azért ez, ez Most úgy, gondom, hogy, hogy ez, ez nagyon megváltozott. <laughs> ja, tényleg valami gyorsan tanáljunk. Igen, látok Igen, igen, visszatérve a zenére, ugye akkor elkezdtél csellózni. Hogy lett belőle gitár? Igen, gitár, ének, cselló. Én kb. 12 éven keresztül, tehát én jártam tanárhoz is, és aztán utána még négy évet, úgyhogy folyamatosan a volt. Tehát hetente jártam. Ezen akadémia? Én nem, ment a mentem el. Volt egy pont, amikor kellett választani, hogy, hogy akkor komolyan foglalkozom a csellóval, mm. vagy nem. És ez, ez még gimi előtt volt, amikor ugye, hogy konzi legyen, vagy ne, ne konzi legyen. Mert én tényleg nagyon tehát hogy igazából nem annyira szeret. szerettem a zenét, de a csellót azt inkább hallgatni szerettem, mint játszani, mert, mert a gyönyörű hangszer, nagyon szeretem a mai napig egyik kedvenc hangszerem, viszont, viszont ahhoz nagyon sokat kellett volna, sokkal többet kellett volna gyakorolni, mint amit én beletettem energiát, meg mindent, és akkor volt egy pont, amikor választani kellett, és, és, akkor mondták a szüleim, akik egyébként mind a ketten zenetanárok, és a zenében nagyon közel vannak, tehát az, az édesapám és pénzügyőség zenekarában Uh -huh. játszott édesanyám a mai napig ö ö zenetanár, szófés tanár, meg előtte, és közben hegedű tanár is. Tehát, hogy nagyon nagyon a zene az nagyon átítatta, és akkor ők mondták azt, hogy Andris, ha meg akarsz élni valamiből, akkor az ne a zene legyen. Ah! <laughs> az hobbinak és jó. Az így, és te hallgatál a szülőkre. Hát egészen március elsőjéig. <laughs> <laughs> Idén március -ig. <gül> <Ja>. <gül> Igen. És akkor a, tehát hova mentél akkor tovább? A a zene helye. To tovább mentem egy, egy hatosztályos gimnáziumba, és akkor ott, ott közben folyamatosan, tehát hobbinak tényleg megmaradt a zene, és az, az folyamatosan én is tanultam. Tehát a, a négy évet, utának... évet sokkal könnyebb hat év alatt megcsinálni. igen. <laughs> 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 ja, 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 ja. ez hatosztályos És akkor és ott, ott végig tényleg ott is ment a muzsika, aztán az utolsó évben azt hiszem 12 Többen, vagy, vagy, valami ilyesmi, akkor... akkor Rájött, hogy a csajok inkább a gitárosokra buknak. Jó. <sínt> <sínt> Ez is egy jó motiváció. Igen, <sínt> igen. <sínt> Cselistek Te azért az kezdtél el gitározni, nem? Igen, abszolút. <sínt> <sínt> Hát én szerintem már 24 éves koromig nem is volt gitár a kezemben oh. amúgy. Tehát én addig csak cselló hm. volt, húros hangszer volt. Az én de is, de azt is mindig el, elfordítottad. <laughs> igen, igen. Én. igen. Igen. hát hogy hogy ä, mondjam, hogy hogyan igen. Jutottam kérdezés, gíta, hogy, hogy tél tél igen. a gitárhoz. Igen. 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 igen, hogy gitárhoz. <laughs> ez egy, ez egy óriási <laughs> sztori, nagyon tél. szeretem. Galambos András, drága nagy mesterem és, és ifi vezérem, és nem tudom, a, budafoki baptista gyűlődben. Volt itt nálunk. Volt itt nálatok, de jó. Többször is többször. Persze, hát vasárnap estéken ő tanított. De nem úgy, hát ja, mint is így, volt. Igen, úgy is volt, igen. Én, igen. Igen. Na, én nagyon, nagyon szerettem őt, ő, ő, ő egy, egy óriás jedi, mellette meg egy idióta, de, de a jó irányba. És és ő volt az, aki nagyon szeretett focizni, és el, eltörte, vagy valami történt így a lábával, nem tudom, hanyadik alkalom, de, de ez már sokadik alkalom volt. és és így elmentem hozzá a így, így, beteg látogatóba, és, és oda mentem hozzá, és volt egy Erzsike nevű gitárja, amit így oda nyomott a kezembe, hogy tes, mert előtt egyébként, na mindegy, a, a, gitár az később érkezett, mint a dicsőítés vezetés, ahhoz is az Andis neve kapcsolódik, de a gitárnál, ha vagyunk, akkor így oda nyomta a kezembe egy a gitárt, és így, így előtte már egy két évvel ezelőtt mindig mondta, hogy G, mint gitár. Igen, mint, mint gitár. Neked másik kell. Profécia, igen. igen, egy másik profécia, <laughs> mondott, mint a cello és akkor odaadta, és megtanultam az édúr ámolt, ahogy indul a, a mint szarvas hűs folyóvízhez, és azt, azt, így, azt 6 órán keresztül, nem viccelek, 6 órán keresztül, csak azt egymás után akosgattam, és azt, azt próbáltam, és oda meg vissza Egyik a két legegyszerűbb akordoknak. Pontosan, pontosan, <laughs> pontosan. és azt, 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 a hat óra alatt, ez folyamatosan a nyakamba volt a gitár, az Andis a végén már megőrült tőlem, hogy <laughs> csak azt gyakorlom. Már, már az elén is nehezítettél, mert igazából az émol ámol lett volna a legegyszerűbb, az édúr az már Kicsit nehezebb, Csak az ugyanaz. Csak az kicsit nehezebb, mint az én igen Akkor is a nehezebb utat választottad, ez jó. És mielőtt rátérnénk, hogy a és vezetés honnan jött, nyilván ugye annak ellenére, hogy keresztény családból származol, azért neked is meg kellett térned valahogy valamikor. Jaj, tényleg. Jézus kellett választanod saját jogon. Ez hogyan történt? Igen, ez nagyon jó. Volt előtte ilyen tévút. Ez nagyon Kis tetszik. kilengés. Igen. <laughs> nagyon tetszik, hogy mondod, hogy saját jogom, mert ez a legfontosabb rész, hogy, hogy, igazából én, mivel a baptista átérbe jövök, ugye ez a saját jog, ez nem nem úgy néz ki a, egy keresztény családból kijövőnek, mint mondjuk egy nem keresztény családból érkező embernek. Tehát nekem nagyon természetes volt az, hogy mm. Isten van, létezik az ódában, én tanítottam. Szóval <tosz> ódában <létezik. tosz> Ta ódában is az ódában Az ódában hétfő reggel, vasárnapi tanítást letoltam, ott a, emlékszem, hogy ott, ott ültünk így a, így a, kerítés tövében, és így a srácokat kör, hívtam, és így nagy és, akkor, és akkor elkezdtem nekik magyarázni, hát szerintem felét nem értették, mert össze-vissza beszéltem, de, de megcsináltam a... Gyülekezeti alkalmat az omiból. Hát, <laughs> Na, Nagy búm meg, csillagok meg, bolygó meg. I igen, igen, Állatok minden csiga. volt. Minden volt, minden volt, és Jézus a jó válasz, jó és megtanultam tényleg az összes jó választ, igen, mm. Jézus, megtanultam, a, a, a énekeltem az énekkarban, minden volt. Tehát minden, hogy zenéltem ugye Csellóval egyből, ugye ez befektetés volt tehát a szüleim részéről, ugye ők voltak, a, az édesapám volt a, az énekkar és a zenekar vezetője, természetesen énekeltem az énekkarban, és játszottam a Csellóval az énekkarban, tehát hozta a, haza, a hazait, és, és igazság szerint hogy hogyan lett a sajátom ez a dolog. Én, én bemerítkeztem 19 évesen, és elmondtam azt, ami, ami bennem volt, de úgy igazából nem volt a sajátom. Tehát ez a durva, hogy én a bemerítkezésem után mondom azt, hogy tényleg azt mondtam, hogy Istenem, mit vagyok, használj. Csinálj velem azt, amit szeretnél, és, és vigyél át olyan dolgokon, amit te szeretnél. Vigyél át úgy, ahogy te szeretnél. Sőt, volt egy olyan is miren... át is vittek, hogy nem csak erre beszélünk. Há, ez, 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 és ez komolyan vette az Isten. Igen. Ez a kemény. Szóval én, én, nekem nagyon, nagyon fura volt, ez egy folyamat volt, ahogy hmm. én ide eljutottam, és volt kilengés is egyébként. Tehát volt egy olyan, hogy elkezdtem én is, én is volt egy, igazából egy, egy um, egy, egy lány volt az, aki mondta, hogy hogy nem vagy lelki, és akkor... vagy lelki? Nem voltam lelki, igen, nem vagy, nem vagy a elég. lelki. Mondta egy gyülekezetben mondta egy lány? Igen, egy, 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 egy gyülekezetben mondta, a, ah, mondta ezt el nekem, hogy, hogy fit, nem vagy elég lelki, és, és én annyira berágtam erre, annyira mérges, már be voltam merítkezve, tudod, már túl voltam ezen, és így, és így hihetetlenül rosszul érintett ez azért, mert igaz volt. <laughs> Csak ezt én akkor nem tudtam, hanem akkor nekem ez olyan volt, hogy hú, hát ez, hogy mondhatsz ilyet? És akkor elkezdtem én is, mondjuk ez nem volt sok idő, tehát én azért ez az óriás hellinger és kilengés, ez, ezt úgy képzeljétek el, hogy két hónapon keresztül nem jártam gyülekezetbe, és és, oh, és, azt és, 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 <gül> <gül> és, nem tudom, elszívtam, életem első cigéjét meg, nem tudom, szóval, hogy, hogy ilyen, ilyen... Óriási kilengés volt. Óriási Jó, hát de neked A voltak. Számomra a, 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 igen. Az a fontos az. szerintem. Tehát az én, én perspektívámból, meg az én környezetemből, amiben uh -huh, voltam, uh -huh. ahhoz képest ez, ez tényleg egy ilyen, úgyhogy már be voltam merítkezve, mert legén voltam a, a, a megtért keresztény ember, hát ez ahhoz képest ez teljes kilengés volt. És akkor és akkor utána jött ez, a, ez az idő, amikor amikor éként elkezdtem járni Golgotába, itt voltam, és volt egy... Ez egy, volt a kilengés. Ez volt a kilengés. A másik ez mai, mai napig tart. Igen, igen óriás, túl, túlságosan kilengés. <laughs> és így eljöttem Golgázban, egy vasárnap estére, és, és így dicsőítés közben. Olyan szinten emlékszem arra a pontra, amikor így, így rázott a hideg. Én, én nem nagyon voltam ilyen kész feltevős, ugye baptista háttérből, de ahogy így ott voltunk, emlékszem, hol ültem ott hátul, mindig ott ültem a Elkezdtél táncolni is? Mert, igen. Szent hánytam. <laughs> ne, nem, ott, ott, volt, ott voltam leghább. Által, és, és így, így egyszerűen így annyira így hozzám szólt, nekem uh -huh. szólt, megérintett, és utána elkezdtem minden hétfő este, akkor kezdődtek a hétfő esték, szerda este vasárnap reggel Budafoki Baptista gyülekezet, és vasárnap este, és mindig... De mit szóltak ezt... ez a saját gyülekezetedben, hogy a Golgotába járni? Nálunk nem annyira örültek ennek, de nem is vertük olyan nagy dobra, hogy ez történik, mert ugye, ugye, ezt azért nem mondtuk folyamatosan, hogy én voltam a Golgotában, nem úgy dük, Kik? Vagy többen? volt egy csak csapattal A herlingerek. Helling... 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 mi azért annyira nem mozogtunk együtt a bátyámékkal, mm. nem így a hellingerekre gondolok, amikor több eszem, hanem inkább az a, az a, környezet, meg az a, az a csapat, ami egyébként, ami, amit Bubinak hívunk, nem ez a budafogi nem. baptista éfi, ami a galambosan is keze alatt nőtte ki magát, és és, 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 indult olyan szinten újra, mert előtte is természetesen volt, csak, csak egy, egy kapott egy olyan lendületet ami, ami így ugye mondjuk, hogy egy fecske nem csináljonat, hát ez, ez itt ebben az óriás kivétel volt, mert tényleg. Okay emberek élete köztük az enyém is változott, meg az adat az idő alatt, amikor ott szolgáltunk, ott voltunk benne, és így nagyon az volt nekünk, hogy ami itt történik a Golgotában, az egy ilyen példaérték volt, mind zeneileg, mind, mind szívügyileg, mind tanításban, mind mindenhogyan, így, így itt voltunk, és így ég, erre van szükségünk, erre van az embereknek szükségünk, erre van nekem szükségem, erre van mindenkinek szüksége. Hát mert... tudjuk, ezért el a Galambos Andris tanítani a Golgotában. Megnézte, hogy hova ja. járnak ezek ég, a relítés, fontosan. Fontosan, hogy a Pontosan, akkor itt és én tanítom őket, ha már ide jönnek. Igen. 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 És hogy, hogy jött akkor ezek után a, a dicsőítés vezetés? Ez nagyon érdekes volt. Nálunk otthon ugye egy régebbi tradicionális dicsőítés van, volt, és jelenleg is van. És ilyen orgonás, meg ilyen, meg ilyen énekar, meg ilyesmi. És egyébként ezt, ez, ez így nagyon, tényleg, tehát aki szívből csinálja ennek, nagyon jó. És és lá látom is az, hogy értelme van meg, hogy történik, de volt bennünk egy olyan, bennem volt egy ilyen, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen lázadás, hogy, hogy ez tök jó, de ez hozzám nem szól, mert az én zene ízlésem az nem ez. Mert a Golgot a belerakt, belé Igen, ördög, a, igen a, Mike, a nagy lázadó, volt <laughs> <ő> belé <laughs> És, és ott voltunk, és akkor így mentem haza, és szülemmék is mondtam, hogy na, miért, miért nincs nálunk ilyen kicsit ze, zene, miért? Tehát a stílusról beszéltem, persze nem a szívről. Persze akkor nem tudtam, hogy én a stílusról beszéltem, nem a szívről. Tehát nem is tudtam ezt, hogy mi van mögötte. Csak láttam, hogy fújt, nagyon jól működik, és szeretnék valami ilyesmit, ami így nagyon eltalál. Uh -huh. és, így, és így mondta édesanyám, hogy, hogy szeretnél ilyet? Akkor csinálj! És így én elkezdtem röhönni, hogy jó, persze, <laughs> oké, köszi szépen. És ez abban is maradt. Egy csellóval érted, hogy hogy <laughs> vezessék bicsom? Na ez az. Na ez, nem, hát nem <laughs> okay. is, tehát hogy én, én, nem tartoztam, nem tartottam magam nagy, nem tudom, se vezetőnek, se énekesnek, sem se zenésznek, semmilyen dolog nem volt bennem. És és az Andrissal leültünk, ő tanítványozott engem, és leültünk egyszer itt, egyébként nem messze itt a, a Blahán, a, a Burgerben, Reklám? Van ilyen? Mm. Lehet, abszolút. <laughs> és igen, a bőrgepkinget nem reklámozunk. Csak a másikat nem. Igen. igen. És ott leültünk így egy szembe, és akkor mondta az Andis nekem, hogy, hogy Andis, Andis, szeretném, hogy te legyél a dicsőítés vezető. És így a, a bubiban. És akkor így ültem, és elkezdtem nagyon hangosan röhögni. Körülbelül én. Mondtam, hogy én, hát veled mi van? De, tényleg, tehát hogy semmilyen szinten. Nem, nem volt közöm még, ugye a gitár ez majd később jött még be, tehát így semmilyen közöm nem volt se, nem is kell, egyébként muszáj hozzá a gitár, de a, a mikrofonban való éneklés, meg az, hogy egyáltalán éneklés, az, hogy embereket vezetni, dicsőjtésben. De akkor ]ben. még nem énekeltél? Hát, hát orosz, ének, vagy énekarban, nem vagy énekarban? énekarban, de hát az teljesen más, hát, mint ez, az, az más teljesen Tehát ez egy két különböző ö, ö, dolog, és, és akkor igazából azt csináltam, hogy, hogy, hogy oda mentem a mike és és megkérdeztem, hogy fia, hogy tudnál eljönni egy alkalmat, megcsinálni, és akkor csináltuk, szerveztem egy ilyen konferenciát oda a Bubi-ba, egy ilyen dicsőítő konferenciát, hogy tudnál eljönni segíteni nekünk így mm -hmm. beindítani egy ilyen Bubi ah. csapatot, egy ilyen Bubi-bendet. És akkor... BB. Uh, és mondta, hogy, hogy nagyon szívesen, és eljött, és, és, és onnan indult el, akkor kezdett el a szívről beszélni elsősorban, és onnan indult el nekem is ez, hogy meg, elkezdtem megérteni, hogy igazából mm -hmm. itt miről is van szó. És akkor a többi már történelem. A többi az, az már történelem, utána jött a gitárbe, tehát az Andis elkezdett engem sziatni, hogy ki, mint gitár, és akkor, és akkor rá két évre el is kezdtem. Jó, ja, akkor miért, miért rátérünk a... a... Isten által adott kis nehézségre. Uh, a, hogy, hogy, apró. hogy kerültél a, a bubi dicsőítés vezetéstől a Golgotha dicsőítés vezetésig? Fú, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Újra. Köszönöm, Köszönöm. szépen, Gáborom. Te készültél. Hát. Ez, ez, egyébként egy nagyon nagy folyamat volt az, az egész. Tehát, hogy hogyan, hogy hogyan jut el az ember egy, egy, olyan pontból, hogy nevetve ül egy másik ember felé, akkor azt mondja, hogy tesz, szerintem, hogy te legyen a dicsőítés vezető, egy olyan, hogy ez egy 1200 fős gyülekezetnek a, a, a dicsőítő hát mondhatjuk pásztornak hívtak igazából, tehát nem vezetésre, mert a vezetést azt csináltam eddig is, tehát az, hogy, hogy vezetem zeneileg, vagy hogy összeszervezem a csapatot, tehát menedzserek és közben zenéket rakok össze, dallistákat dal rakok össze, az egy dolog. M mert ugye aki csak annak mondom, aki nem tudja, hogy a Golgotha gyülekezet új dicsőítés vezetője, Igen. ugye Hellinger András, Uh, dicsőítő pásztora, vagy. Vagy átveszed vagy... a stafétát, vagy hogy... Átveszem most, az... én, nekem van egy ilyen kis elméletem erről, hogy, 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 hogy a, a dicsőítés vezetés, az, az egy, ugye a vezető dicsőítő az, aki elől megy, aki, aki az Isten dicséri, akármi van. Akármi történik, vagy történt az életedbe, megy előre. És aki ebből csatlakozik, és jön velem, az a dicsőítő csapat, és annak valahogy lettem így a vezetője, de ez nem, ez nem egy plecsni, vagy, de ezt ti úgyis nagyon jól tudjátok, csak igazából mondom, hogy, hogy tényleg ez nem egy olyan dolog, hogy én ezt akartam volna, vagy én ezt szeltem volna, hanem, hanem, felkértek rá, hogy ez történjen. Én sosem mondtam, nyomtam magamat, hogy én szeretnék jönni itt ezt akarom csinálni. Sőt, a legelső alkalommal nevettem, a második alkalommal nevettem, amikor a, a Phil, a Jani és a Mike leültünk ki és így a film nézett, és így szeretném, hogy te legyél a dicsőítés És így. Is is. De ez már az de nem volt, volt, hogy már, vagy... már vezettél dicsőítést itt a gyűlibe, vagy ez még az előtt? Nem, 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 nem. Ez, még a, ez, ez, ez miután már vezet, mm. itt vezettem. És hogy kérdeztél oda, hogy hogy itt is dicsőítést vezetni? Igazából a nem hívtak először mm. meg így, 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 így többször, és akkor utána volt egy kettő szerda is, amit már így, amikor vagy az illés, vagy a, vagy a nem nem ért rá, és akkor és akkor én, én jöttem nagyon szívesen, nagyon, nagyon megtisztelő volt a legelső alkalom, és emlékszem, olyan szinten így jól esett a, az a kitüntető ilyen bizalom, Tud, mert ez egy nagyon nagy egy bizalom az, hogy hogy, 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 ha van egy, egy gyülekezeted, és annak oké, akkor, akkor a, a gyülekezeted, ez egy, ez egy óriási egy ilyen megtiszteltetés volt nekem mindig, is. az mai napig egyébként az, de, de akkor emlékszem az első alkalommal, hogy, hogy ki vagyok én, tehát hogy, hogy nem, én sose voltam erre sem méltó, se, se kész arra, hogy ezt csináljam, és mégis valahogy ide kerültem, és ezt kell csinálnom. Szóval ez nagyon, nagyon egy érdekes dolog volt. És a kérdésedre vissza, hogy hon, hogyan kerültem ide, igazából nem tudom. <síl> így alakult. Mi? És ez én nagyon a... furcsa. Ki vagyok én, hogy figyelsz rám, oh Mike Payne. Oh my <síl> P P és <síl> <síl> <Igen>. <síl> Szóval akkor az úr, úr így vezetett aztán. Mond, mondhatjuk így, és, és ez majd mindjárt úgy is beszélünk elő, de ez egy nagyon-nagyon ez kemény ride volt, amíg, mm -hmm. amíg, amíg idáig jutottunk. Igen, és mert, mert ugye közben, ér, ezt, ezt megbeszéltük műsorra, hogy ezt nem titkoljuk el, ugye közben ugye neked volt egy házasságod, ami megszakadt, és vállásban és válásban végződött. Erre egy nehézség. kicsit mesél, hogy te hogyan, hogyan élted meg ezt a nehézséget. De te hol találkoztatok? hogy, hogy jött az egész. Úgy volt, mi a Morgan... Még Igen, mi a Morgan, Morgan Fongban, mi Ez játszottunk. Ez egy zenekar, okay. igen, <laughs> igen, 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 egy zenekarban játszottunk, úgyhogy... Akkor úgy... a másik két Hellinger is ott játszik. Nem? Ott nem? igen, igen, mm. ott volt. És itt. a Marci dobolt a... Teddy meg, vagy Teó, a, te, a te, nem volt benne. Ő nem volt oh, benne? Nem, nem, nem. Ah, De aztán basszusgitározott mond... benne? Hát, hogyha jött, akkor szerintem. Én láttam olyan volt... felvételt, ahol ő basszusgitározott benne. Akkor az lehet, hogy ő, ő vendégzenész volt akkor, mert ő nem volt így, ah, a, nem így volt nem. A, hm. konkrétan a tagja. Ő a keresztkérdés, meg ő a keresztkérdés. Ja, ő a... Igen, a... Igen, tán... jaj, hát, most is ment a rivalizálás, tudod, hogy már akkor én. Akkor én a keresztkérdésben. Igen, oké. És akkor ott én bekerültem Morgenfangba, ja, cselistaként már így a kezdetek kezdetén, és akkor én ott voltam végig a papgegőben volt sokáig a, 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 nagyszerű lead vokál. A, a Csapó Krisztián vezette ezt a csapatot, és, és akkor onnan ebbe a, a, a csapat egy, átment egy nehezebb időszakon, és, és a Gergő ebből, ebből kilépett, és, és belépett a, a, az Edina, aki, aki, akivel ott ismerkedtünk meg. És, Hát nagyon érdekes volt, mert viszonylag hamar össze is házasodtunk, uh -huh. és egy másfél évvel belül, ahogy, ahogy megismerkedtünk össze, összeházasodtunk, és én nagyon tényleg úgy voltam vele, akkor így égtem az Istenért, és szerettem volna, és ez volt az imám is, hogy Isten, ha lehet, akkor hadd legyek példa így az emberek életében, és, és nem csak nekem ez egy ilyen otthoni, ilyen kis kis uh, dolog volt, hogy, hogy ezt imádkoztam, hogy hogyha lehet, akkor, akkor nem Budafok, nem Budapest, hanem így Magyarországon egy, egy, egy olyan ember lássak, aki, aki, azt, mint aki Pál mondja ezt, hogy, hogy nézzetek rám, mert én követem Krisztus. Kövessetek engem, mert én követem Krisztus. És ez, ez egy akkora egy, egy ilyen, mondat volt, ami annyira megfogott engem, hogy én ilyen ember akarok lenni. És, és nem gondoltam volna, hogy, hogy, ez mivel jár, nem tudtam ennek a, ennek a, aki engem akar követni, az vegye fel a keresztjét, és és kövesen, fel az én, én igámat, ami egyébként meg elméletileg könnyű, de amikor benne vagy, és akkor, gyönyörűséges, gyönyörűséges <laughs> szóval amikor benne vagy, akkor ez, <laughs> egy, ez egy másik értelmet nyer ez a, ez a dolog. De neked milyen értelmet nyert benne lenni? <gül> <gül> ez <gül> nagyon, nagyon kemény volt. Mi, mi négy évet voltunk <laughs> uh, uh, házasok, és, uh, és volt, voltak ebben nagyon szép részek, és voltak ebben nagyon nehéz részek, és uh, a, a a, ami az az egész, ahogyan kialakult, meg ahogyan ide jutottunk, én azt gondolom, hogy ahogyan összeházasodtunk, ez nagyon, én azt éreztem, hogy így az Istentől van, hogy így uh -huh. ezt kell csinálni, ebbe az irányba uh -huh. kell menni. És ahogyan ez végződött, ezért volt nekem olyan nehéz ezt elképzelni, hogy ez tényleg az Isten akarata volt, hogy akkor, akkor ha ezt ő tudta előre, uh -huh. mert ő, ő tudta előre, hogy mi fog történni, akkor tényleg ebbe kell, uh -huh. akkor miért kellett ebbe bele mennem? Vagy akkor én érzékeltem valamit rosszul, tehát hogy hogy ha. tudod, hogy így sok, sok, nagyon sok kérdés mm. egyből felvetült, és, és, és ezzel nagyon sokat beszéltünk ki Anival elég, elég kemény időszakokon mentünk át, és, és, és végül nagyon furcsa, hogy, hogy az Isten mégis győztesen hozott ki ebből a, a teljes vesztes állapotból. Mert ahogy beszéltük is itt az előbb, hogy, hogy ez itt a környezetet is, nem csak minket, Igen. Tett olyan szinten sebe, tehát olyan szinten sebbzett meg mind a kettőnket, hogy ez nem igaz, és a, és a környezetet is uh -huh. folyamatosan szedte szét a barátokat, a családot, uh -huh. és ez egy, ez egy borzalmas, nehéz dolog, amit, amit senkinek nem kívánok básolni kellene senkinek Aha. átmenni ilyenen. Mi, mi az, ami nyilván most csak a publikus részre vagyok kíváncsi, <laughs> hogy mi az, ami nem működött, ami miatt miatt azért a döntés, hogy, hogy nem helyre hozzátok, hanem, hanem elváltok. Iga, Igazság szerint a, ez már az, a, tehát hogy az elején, az első hónapban volt egy olyan kilengés, amikor amikor lekerült a gyűrű. és... Oh. Uh, és, um, és az ő részéről. Igen, igen, és, uh -huh. és az, az, volt a, az volt a kérdés, hogy akkor, akkor ha ez uh -huh. ilyen, akkor akkor itt legyen vége. És uh, ő utólag azt mondta, hogy nem, nem volt ez annyira komoly, vagy nem volt ez annyira uh -huh. uh, így. így uh, így megfontolt döntés ez viszont nekem nagyon, bennem valamit nagyon elindított egy olyan dolgot, hogy atya ég. És utána ez nem, nem volt, tehát ebből nem lett. Tehát a bizalom az. A bizalom az nagyon csúnya megtört, mm. és, és utána ez nem lett kiegyenlítve, nem lett olyan szinten visszaépítve, folyamatosan volt bennem is egy rettegés, mm. hogy, hogy mikor fog újra megtörténni, és egy év múlva újra megtörtént, aztán oh. egy év múlva újra megtörtént, és aztán megint. És már közben persze nagyon sok minden dolog történt, folyamatosan mentek így, a, így az ima körök, így oda tettük az Isten elé. Én is nagyon szerettem volna tényleg, hogy ez működjön. Én akartam is, hogy, hogy ez történjen. És, és én, én, azt hiszem, hogy, hogy mind a ketten egy ideig akartuk, de de volt újra és újra egy megtörés, ami, ami miatt ez, ez folyamatosan kapott egy olyan, olyan részt, hogy, hogy álmatlan éjszakák gyötörtek folyamatosan, engem is meg egy, egy olyan nehéz időszak volt, hogy tényleg ez, ez, talán ez a földi pokol, amikor, amikor mm. benne vagy, és, és mm. folyamatosan az a kell szembesülnöd, hogy nem vagy elég jó, vagy nem vagy elég mm. elég a elég. másiknak. Igen. És hogyan tudtál mm. ezen túlendülni, hogy olyan akartál lenni, aki példa, követi Krisztus, stb. És akkor ö... itt egy olyan a ember, példa. aki, aki elvált, de példa akart lenni, és akkor hogy, hogy lesz ebből? Te ezt hogyan? Hogyan érted meg, hogyan tetted helyre magadban? A, a, ez is, Egyetlen sikerült Igen, már helyre, helyre tette, tenni. De, vagy ismét, ez egy folyamat? Ismét óriási jó kérdést teszek. Tényleg egyébként ez az egyik legfontosabb, leg, számomra az a, a, legfontosabb kérdés volt, hogy túl tudom -e ezen magam tenni valaha. Hogy ezen, ezen, mert én úgy is házasodtam össze, és szerettem volna, hogy ez maga, ahogyan csináljuk, amit, amit csinálunk, ami, ami történik benne és persze, hogy folyamatosan bénáztunk, meg, meg emberek vagyunk, és ez ugyanúgy benne van. De akkor is, ahogyan kezeljük az egészet, az legyen például az legyen, az legyen olyan, hogy így kövessetek, mert mi követjük Krisztust. És ez volt a legnehezebb része, hogy ezt ebben éreztem az óriási nagy bukást és óriási nagy dolgot, hogy az van a Bibliában, hogy ez, hogy ez nincs ilyen opció, hogy vál, mm -hmm. Ilyen nem történhet meg. És öm, amikor, amikor el is költözött a, a, a a feleségem, akkor, akkor mm. ö, volt egy két hét utána, ö, miután én kértem tőle, hogy még nem álljunk el, legyen egy két hónapos, egy ilyen, egy ilyen időszak, amikor járunk terápiára, mm. és ilyen konkrét ilyen ima, és hogy nézzük meg, hogy mi, mi van itt még. És annak a vége, végén éreztem azt, hogy itt, itt, itt ő benne semmi nincs. Tehát, hogy azt, azt mondta, hogy itt nincs semmi, és el kell, hogy álljunk. És ott volt egy olyan pont, hogy, hogy itt vége van annak, amit én elterveztem, amit én szerettem volna, hogy, hogy valaha itt ebből bármiféle... Már előtte is sokszor átmentem ezen, de, de ott volt az, hogy a két vége van. Hogyha itt most fejbe lőttök, eh, akkor akkor én egyenesen a pokorra jutok. Itt, vége, itt, itt már nincsen Isten ez ebben oly, olyan szinten nem tud rám nézni, hogy, hogy ez ez alatta van mindennek. Uh -huh. Hogy én van ugye mindenki egyenlő, és hiával van az Isten dicsőségének, és vagyok én, aki elvált. Aha. És, és ez olyan szinten. Bennem volt mindig is az egész életemben eddig is, eddig a pontig is, de itt éreztem meg magamon leginkább, hogy ez, mert én valamilyen szinten mások felé, akik elváltak. Valahol ez volt bennem egy ilyen, tehát, mm -hmm. hogy hát igen, van a legfőbb bűn, hogy, hogy megölsz valakit, minden, de azért onnan még van visszaút. Viszont, hogyha elválsz, akkor egy olyan pozícióba, egy olyan állapotba kerülsz bele, ahonnan nincs visszaút. Onnan, onnan egyszerűen oda már nem utána nyúlni az Isten, is ez nem viccelek két héten keresztül, ilyen tudod, ilyen... ez, durva. Ilyen, ilyen jártam, nem néztem az embereknek a szemébe, nem tudtam, lefelé néztem, oh. nagyon azt éreztem, hogy itt semmi keresni nincs ebben, a, ebben a, a, az életben. Tényleg az volt bennem, hogy itt, itt most történt bármi, hmm. tehát üssetek el, nem tudom, akármi, mert nem azért, mert, mert tőlem engem tehát, hogy a, a lánynak a hiánya, vagy a magánya, vagy ilyesmi, hanem azért, mert hogy ebben a célomban, amit szerettem uh -huh. volna, ebben uh -huh. soha többet nem. Ez, ez vége, ennek itt elvágták, ott van, a, ott van az ollóval, így kettévágták uh -huh. ezt, ezt a dolgot. Igen. Ez volt akkor. Mi ez volt a, most? Ez volt akkor, igen. Ehhez képest. És uh, volt volt egy pont, képzétek el, ez nagyon, nagyon uh, köszönöm, hogy így mondod, mert tényleg ez, nagyon, ez egy hihetetlen dolog volt, hogy így az Isten, odajött és átkarolt, és azt az mondta, hogy így nem, nem vagy egyedül, hogy nem, nem, igaz az, hogy, 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 én már itt nem tudok utolérni. Nincs az a mélység, nincs az a távolság, nincs egyébként fejedelmek, angyalok, mélység, magasság, sem semmi ami elvásztat az Isten szeretetétől. És ezt mindig is tudtam, ezt, ezt tanultam gyerekkoromtól kezdve. De amikor ezt megérzed, hogy ez tényleg igaz, és ott van mellettem, és ültem bent az autóban, és így tudjátok, hogy szét voltam folyva, minden kész voltam teljesen. A sminket teljesen. Igen, a sminkem már lefolyt, és mentem be a, a, a banki szérába, és így, így ilyen 50 perces út, és akkor mindig nagyon kemény ilyen harcaim voltak, mert addig a feleségem ült mellettem, és most üres volt az a szék. És így ültem, még szóval a piros lámpánál, teljesen szét voltam folyva, és akkor így, így oldalra néztem, és így nagyon fura, én nem, szóval nem szoktam ezekre ilyen nagyon nagy hangsúlyt tenni, meg látomás, meg ilyesmi, ez nekem kicsit ilyen mindig is fura volt meg, de a, nekem annyira életszerű volt, annyira kézzelfogható volt, hogy így ott ült mellettem, így Jézus, és így csak így nézett rám, mosolygott, és így átölelt, és, és akkor még jobban elkezdtem bőgni, mint egy gyerek, és, és, és tudod, Ordottam a, a, a székben, hogy, hogy, hogy ezt miért, hogy ezt hogyan, te miért szeretsz még most így is, pedig, pedig nem vagyok. Tehát, hogy olyan milyen, vagy, ezt nem lehet szeretni, ezt az állapotot. És mégis az Isten szeretett. És és uh, még mindig nem szálltam vissza a szolgálba, mert elkezdtem csinálni már előtte egy egy fél évvel. Mindenkivel leültem beszélni, aki hívott, hogy gyerekek, ne hívjatok most, nem tudom meddig. Lehet, hogy majd én fogok szólni, hogyha igen, újra, de de ne hívjatok sehova, mert így nem látom jó példának, hogy bárki kell is kiállni, és, és, és már ekkor volt már fél éve, hogy nem szolgáltam, és utána még egy fél év jött, amíg még, még mindig azt gondoltam, hogy bár az Isten szeret, de még mindig nem példa az, hogy, hogy bárki és is kiálljak így ebbe az állapotba. Hm. És aztán hogy, hogy tértél vissza? A szolgálatban? szolgálatban igen. Fú, ez is egy óriási sztori. Jöttem szerdán, akkor is ugye így kapaszkodtam az Istennek az igényben, meg, meg, így jöttem gyülekezetbe folyamatosan, hogy úgy de jó, szert az úr, itt vagyok. Beültem, elkezdtem csinálni azt, hogy mindenhol, a, a, még a Budafokon is jártam, hogy ott is a legelső sorokba ültem, meg, a, meg itt Golgotában is legelső sorba beültem, így hallgattam, hogy ne lássak a embereket, csak kaptam. kapjam, az inputot, és, és és így volt egy, egy alkalom, Jani tanította a, 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 Hageus profétáról, amikor ugye megcsinálták a zsidok már a, így a, a falat, felépítették, és utána megcsinálták a falat, és utána egyáltalán nem foglalkoztak semmi másra, a falat megcsinálták, és a saját házaikat építették, de középen a templommal nem foglalkoztak. És így Jani így, így olvasta fel ezt a részt, hogy így kérdezi, így jön a Hageus profét, hogy gyerekek, mi a túró van a templommal, vagy kéne építeni. Hm. És akkor mondják, hogy hát fi egyik kezünkben Malter van, a másik kezünkben Kard, mert folyamatosan jönnek a fészteusok, és éjjel felépítjük, reggelre lerombolják, folyamatosan megy a háború, harc, minden. Nincs se jó idő, se helyzet, se állapot. Ebben az állapotban biztos, hogy nem kezdhetünk el foglalkozni az Istennek a dolgaival. Most először a saját dolgainkat kell helybe rakni. Jó, már kész, van, kész volt a házaik, tehát azt képzeljétek el, hogy már megvoltak a házak is, de ők mondták, hogy nem jó a helyzet, nem jó az állapot. Nem, nem volt jó semmi környezet, semmi környezeti tényező. És akkor mondja a hallgatós, hogy az Isten azt mondja rajtam keresztül nektek, hogy, hogy ti azt mondjátok, hogy nem jó a helyzetetek, nem jó az állapototok Sőt, azt mondjátok, hogy a templom, aki régen még itt van közöttünk, olyan, aki élt és látta, hogy milyen szép volt az a templom, most pedig romokban van, és azt mondjátok, hogy ebből nem lehet újat. Én szebbet fogok csinálni ebből a templomból, mint ami volt. Nagyobb lesz a dicsősége tessék el most elkezdeni foglalkozni az Istennek a dolgaival. És így ültem bent elől az első sorba, tudod, így csúsztam lefelé, hogy így, így néztem körül, hogy na ez, na ez biztos, hogy nem nekem szól. Rendesen mérges voltam. Jani még így mutogatott is, tudod, hogy te, neked mi a kifogásod? És neked mi a kifogásod, hogy beleállj a szolgálatba? Tudod, és így, így, ültem, és így már egy jó éve nem szolgáltam, tudod, de benne voltunk még, ebbe, még akkor nem volt meg a, a, papírozás, csak így, így ott ültem, hogy, hogy most akkor mi lesz ezzel? Tehát, hogy mi fog most történni? Mi lesz az életi? Nem tudtam, hogy mi történik. Most tessék visszaállni a szolgálatba, tudod, ezt kapom így a, így a szerdai tanításból. És akkor így mentem haza, meg megint az autó, elkezdtem, tühös voltam. Most ez miért kellett? Ezt most miért kellett? Érteni? Hát ez most komoly? Mi történik? Szerdá este volt ez, utána csütörtök péntek nem hagyott nyugodni, szombat, vasárnap estére annyira nem hagyott nyugodni ez, ez, a, ez, az üzenet, amit így kaptam, hogy tessék visszaállni a szolgálba. azt mondtam, hogy ugye mivel mindenkivel leültem beszélgetni, és kértem, hogy ne hívjatok addig, ameddig én nem szólok, ezért már egy fél éve már nem is szólt senki hozzám hát. ilyen szinten, nem hívtak soha, mert meghallották. Nem, ha... igen, igen, nem szóltam. <laughs> és tök jó voltak, de én úgy voltam, azt így Isten, ha tényleg nekem szóltál, és nekem szólt ez a szerdai alkalom, akkor akkor én nem fogok senkinek szólni, nem fogok senkinek semmit mondani, de ha szeretnéd, hogy oh. szolgáljak, akkor persze meg fogom az embert kérdezni, ugye tudod, hogy miben vagyok, mi a helyzetem, de ha így is szeretnének ott látni, és akkor nem fogok most már így nemet mondani. Ez volt vasárnap este. Hétfőn, délután kettőig, reggel érkezett egy e-mail. Andris, szeretnénk, hogyha, hogyha jönnél szolgálni, nem tudom, hova nézem, nyitom meg egy címet, mondom, jó világ, itt mi történik? Jói. Itt, figyelem van. Aztán utána jött egy telefonhívás. Aztán utána jött még egy e-mail. Mindegyik ők kérdezte, hogy ugye tudsz jönni szolgálni, ugye tudnál jönni velünk szolgálni. Jött egy negyedik, ugye tudsz jönni szolgálni, jött az ötödik. Az Délután kettőig haton kerestek. E erős email. visszacsatolás, igen. És a hatodik a német jönni volt, és csak annyit kérdeztem, lettem fel a telefon, miért most? tudom, hogy miért hívsz, miért most. És mondta, hogy azt éreztem, hogy, hogy most itt van az idő, most, most kell, hogy hívjál. És visszaálltál a szolgálatba? És még mielőtt, a szolgálatba. Már, bocsán, még mielőtt igen. vissza. Igen. Kömény. És ez, ez, ez tényleg nem tőlem volt. Tehát, én, hát ez, én ez az igen, egyetem. annyira durva volt, elkezdtem ott is teljesen szétestem, ott bőktem, mint egy gyerek, hogy, hogy Isten, ennyire foglalkozol velem, hogy hihetetlen. Csak így ez nekem olyan, olyan konkrét jelek erre volt szükségem, tudod, tehát, hogy én ennélkül nem csinálnék semmit. Mert azt gondolom, emberi gondolkodással meg, amit eddig tanultam így a, uh -huh. így a hátteremből, hogy ez, ez teljesen kizáró ahhoz, hogy én bármit is, bárkivel is bármit csinálhassak. De hát Istennél nincs kizárók. Uh -huh. Úgy néz ki. Hát, kegyelem van. <laughs> Igen. Amen. Nagyon köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Uh -huh. És elmondtad. Köszönöm a Ö, És ugye hoztál nekünk egy dalt is. Hoztam nektek egy dalt? Hoztam, Hoztam nektek. Hoztára. Igen, igen, igen hoztál egy dalt. Mit fogsz ne, játszani igen. nekünk így a műsor végén? Ez egy nagyon jó kérdés. Hoztam egy nagyszerű dalt, ez a velem vagy mindig, ezt fogom most majd eljátszani. a mélyben. lent járok, tudom te mellettem leszel. Ha a tűzben ott állok, tudom te győztesét leszel. Szívből kiáltok, te én nem félek már, mert velem vagy mindig, De velem vagy mindig. Te előttem jársz, féleszt, nem vagy félek, te velem vagy mindig, De velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz, elfélek. A szenvedésem a legmélyebb. Látom, fényed felhagyott. Az éj sütítják, nem gyűzhet le. Tudom, csak benned bízhatok. A harcaimban csak te éltesz. Én nem félek már, mert velem vagy mindig, velem vagy mindig. Te előttem jársz, védesz. Nem vagy el, ha velem vagy mindig, velem vagy mindig. Te előttem jársz, védesz, nem vagy elfélek. Mert Megvallom, szeretlek, szívemből dicsérlek. Te úr vagy, felettem, ígét szívembe rejtem. Follow szeretlek, szívemből dicsérlek. Te hú vagy, felettem, így így szívem berejtem. Megvallom, szeretlek, szívemből dicsérlek. Te hú vagy, Édez, nem vagy szelfélek, te velem vagy mindig, ó, velem vagy indíg. te előttem jársz, védesz, nem vagy szelfélek. Erősségem és Menedik a viharban, hűséged nagy, reménységem vagy, a lelkem meggyógyítottad, velem vagy mindig, te velem vagy mindig, te előttem jársz véled. De nem hagysz elmi te velem vagy mindig, de velem vagy mindig, de előttem jársz vélet, nem volt elmilek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, hoztál dalt meg minden. Hát meg. Én is köszönöm. Igen. <laughs> Akartam valami nagyon frappánsat mondani, Mondják, de, valami de nem sikerült. <laughs> <Nem> Rendben. Sikerül. <laughs> <laughs> kedves hallgatók, nektek is köszönjük meg nézők, hogy itt voltatok. <laughs> <Sziasztok. gül> Legközelebbi adással jövünk. Iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, meg iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, Golgota Rádió, mindenhol megtaláltok minket, és jövünk nagyon izgalmas témákkal és izgalmas emberekkel majdnem olyan majd izgalmasakkal, mint amilyen Andris volt. Uh -huh. <laughs> Szervusztok! Sziasztok!